Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Újabb hónap, újabb dobozbontogatós videó van. Hát én már kibontottam a dobozt, úgyhogy én már csak ide lepakoltam nektek. Túlságosan mélyre nem akarom rakni a kamerát, megmondom őszintén, mert akkor engem nem láttok a termékeket. Igen, úgyis oda mutatom a kamerába. Az első és legeslegfontosabb, amit szeretnék nektek elmondani, hogy Black Friday van a Jim Beam-nél, ami annyit jelent, hogy rengeteg-rengeteg terméket akár 60%-kal olcsóbban megszerezhettek. Annyit kell róla tudni, hogy ezekre a termékekre nem érvényes a GINA 5 kód, viszont hogyha pakoltok olyat is a kosárba, ami teljes áras, abból akkor lejön 5%, hogyha használjátok a kódomat, úgyhogy bátran írjátok be majd a fizetésnél ott a kosár érték után. Nem is tudom, mivel kezdjem. Ja, hát ami rajtam van. Fölvettem már ezt a pulcsit. Megmondom őszintén, hogy nekem a katalógus képeken annyira nem jött át a színe, de aztán láttam Jimmy-es csapattársaknál, akik már rendelték ezt a színt. Cinnamon néven fut, ugye fahéj. Nem tudom, mi köze a fahéjhoz, én ilyen lazacszerűnek mondanám, annál egy icipicit sötétebb. Úristen, tudjátok, ez a Limitless, azt hiszem ez a Limitless, igen. Ez a nagyon puha melegítő, nagyon-nagyon-nagyon jó a szabása, de ez az anyag, én annyira szeretem, már nem tudom hány színben megvan, szerintem 4 színben legalább. Ez a pulóvere, ilyen kis karcsúsított, rajtam SS van, kapucnis. Megrendeltem hozzá ezt a felsőt. Ez az a fajta, amit szoktam úgy is hordani, hogy ugye egy vállra rakom a mind a kettő vállát, vagy cárát, vagy nem is tudom, pántját. Ez a hátulja, ebből azt hiszem M-est rendeltem. Igen, mert az S-es, jó rám az is, csak úgy nem tudom, hogy nem fér bele a mellem oldal irányba, előre simán, mert még ez is lapos, na mindegy. Úgyhogy itt a tető. Aztán a nadrágját is megrendeltem. Szerintem gyönyörűségesen szép színe van. Tudjátok, ennek az alján van ez a cipzár. Könnyebb belebújni, viszont tök jó szűk szárú, nagyon-nagyon picit ülepes, icipicit. Van hátsó zsebe, ami tépőzáras, meg van cipzáras oldalsó zsebe. És nagyon jó anyag, nem túl vékony, úgyhogy szerintem ebben nem fázik az ember, nem olyan, mint a TRN szettek, azok vékonyak, ez azért kicsit bolyhos is belül. Aztán rendeltem egy ilyen gumit. Nekem dekatlonos gumiaim voltak eddig, de amint kezdenek elhasználódni, már a gymbimesekre cserélem, mert mi úgy szoktunk húzockodni a lányokkal, akiket tanítok, hogy a smiszkeretnek a rúgját teljesen fölülre rakjuk, és akkor középtájékra berakjuk a gumit, és akkor rátérdelnek, és tök jól működik a dolog, olyan, mint egy asszisztált gép. Ez a legerősebb gumi a Jim Beam-nél. Ez brutál, ilyen a dekatlonosba se volt, megmondom őszinte, ez az erősség, úgyhogy lehet, hogy rendelem kell egy ilyen gyengébbet is, mert hát nem tudom, hogy ezt föl tudjuk-e majd úgy oda rakni, na minden lényeg, hogy ilyen őrületesen erős vastag gumi. Ugye mindenféle gyakorlatra jó, de mi elsősorban ilyen húzóckodáshoz szoktuk használni. Segítségnek, ami ugye alulról tol föl, most leesett egy kapszula, ez a fenilalanin, ezt már egyszer mutattam nektek, hogy tesztelésre vásároltam. Hát annyira bevált, hogy én most már rendszeresen szedem. A fenilalanin az segít a dopamin termelődésben, ami ugye a jó kedvért, az örömért felelős elsősorban. No, aztán gyömbér, kurkuma, ismeritek, ez nagyon-nagyon jó, nem csak a téli időszakban, én alapvetően is szoktam szedni, mert nagyon jó immunrendszer erősítő, és még egyéb számos jó tulajdonsága is vannak, amit ugye nyilván leginkább az idősek tudnának elmesélni, érrendszertől kezdve mindenféle. Aztán már jó rég nem ettem, de van ez a moly műv. Én kamunutellának hívom, de tudom, hogy ezt nem lehetne kimondani, tehát ilyen mogyoró, krém, fehérjés, sokkal alacsonyabb a cukortartalma, mint a hagyományos változatnak. Nem azt mondom, hogy diétás, viszont hogyha valaki megkívánja az édességet, akkor inkább ezt fogyassza szerintem, mint azt a mocskot. Spirulina! Elfogyott a spirulinám, amit szintén ugye ez egy alga fajta a spirulina.
tele van klorofillal, ami nagyon-nagyon jó immunrendszer erősítő, mindenféle B-vitaminok vannak benne, vas, stb. Én esküszöm rá, hogy ez a kettő együtt az immunrendszert nagyon-nagyon jól megtámogatja. Van itt kókusztejpor, nekem nagyon bevált, én a Pintérrékánál láttam először, hogy van a Jim Beamnél kókusztejpor. Hát elég sok mindenbe szoktam rakni, hogyha ilyen desszerteket, pohárkrémeket csinálok, illetve kását, vagy mit tudom én, amikor ugye nincs diéta, akkor szerintem simán, simán, bőven belefér. A verseny diétában nem, egy sima átlagos diétában nyilván igen. Glicin, ezzel szoktam édesíteni mostanában, ha nagyon-nagyon szeretnék édesíteni, ez egy aminosav, aminek édes íze van. Annyit tudni kell róla, legalábbis én úgy tudom, hogy napi egy evőkanál a maximum mennyiség, amit fogyaszthatunk. Ez az étcsoki nekem nagyon bevált, 90%-os étcsoki, bizonyos desszertekhez ezt szoktam most már, amióta tudom, hogy van a Jim Beamnél, ezt szoktam olvasgatni. Ezt a natur kesúvajat, ezt nagyon-nagyon-nagyon megszerettem, sokkal többet fogyasztok belőle, mint a mogyoróvajból, annyit tudni kell a kesúról, hogy abban van szénhidrát, a mogyoróban meg nem igazán, úgyhogy ha valaki alacsony szénhidrátos étkezést folytat, akkor ne a kesúvajat válassza, hanem a mogyoróvajat. Egyébként isteni finom, mindenféle desszerthez, ilyen lazításnak, krémesítésnek szerintem szuper jó. Biotin, ez arra nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy megtámogatja a hajnövekedést, és nem csak a hajnak a növekedésének a gyorsaságát, hanem rengeteg új hajat hozott nekem, úgyhogy én most már rendszeresen szedem. Úgy szoktam, hogy beszedek egy ilyet, az aztán másfél havi adag, és akkor kihagyok egy-két hónapot, és akkor utána újra. Ezt a fiúpámpot már régóta nézegettem, de még nem próbáltam, ez ilyen edzés előtti energizáló, azt hiszem, van benne citrullin, arginin, beetroot, az mi, cékla kivonat, szőlőmag kivonat, B3 vitamin, fekete bors. Érdekes összetevői vannak, hát én nagyon kíváncsi vagyok. Gondoltam, megnézem, hogy hat. Megmondom őszintén, hogy én ezeket a ízesített porokat nem akarom annyira fogyasztani. Ha nem muszáj, minél természetesebben étkezem, ilyen ezeket a kis, mit tudom én például ezt is csak így alkalomszerűen. No, omega 3, ezt nagyon nem kell ragozni. Én alapvetően is eszek tengeri herkentyűket és társait, viszont egyszerűen nem tudunk annyit bevinni táplálékkal, hogy elegendő mennyiség legyen, mert ugye az lenne a lényeg, hogy az omega 3 két-háromszorosa legyen az omega 6 bevitelnek, és a legtöbb ételbe omega 6 található. Tehát én azt mondom, hogy ezt kívülről nem is nagyon kéne bevinni. Teljesen fölösleges. Főleg a magyar étkezés az nagyrészt omega 6 van gazdag, ami ugye nagy mennyiségben, hogyha az omega 3 alacsony, akkor gyulladásokat okoz a szervezetbe, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy az omega 3 fele húzzatok egy kicsit. Vas komplex, ezt nagyon nem kell ragozni, a vérképzésbe szuper jó segítség. Az ereknek nagyon-nagyon jó, az immunrendszert erősíti, és azt írja, hogy az fáradtságot is egy picit segít kompenzálni, hogy úgy mondjam. Aztán ez most már, amióta újra bírom a tojást, ez állandó a rendeléseimben, ez a tojásfehérjelé, egy kilós szerintem nagyon, és egyébként két, mit is írnak rá, hány napot, 10 napot, vagy nem is tudom mennyit lehet. Hát elmondom nektek, egy hónap után sincsen semmi baja, persze nyilván saját felelősségre én szoktam, tökéletes. És most nagyon-nagyon izgalmas dolog jön, vagyis hát majdnem. Mutatom. Rendeltem 2 darabot ebből az Iron tárcsából, ami 5 kilós, most már van 25-ösünk, 4 darab, 2 darab 20-as, 2 15-ös, 2 10-es, és most már van 2 5-ös is, mert ugye új gépünk van, ugye itt a háttérben látjátok, ez az elő-hátul guggoló, ha valaki láptolozik, elő-hátul guggolozik, és még súlyt emel mondjuk, akkor nincs elég tárcsánk, meg a másik az, hogy amikor nem túl haladó emberekkel szeretnék egy kicsit erősíteni, akkor nem lehet egyből 15-öst rárakni, tehát akkor ez azért jók ezek a kisebbek is. Ugye vannak a kis jogú tárcsáink, azok a dekatlonosok, de azok meg nem mennek rá ezekre a konditermi gépekre, úgyhogy kellett ebből a tárcsa szedből is. És ami nagyon izgalmas, és én nagyon-nagyon vártam, már régóta szerettem volna, olimpiai rúd, hát nem tudom, hogy
mutogassam nektek, ez a tipikus, klasszik konditermi rúd, de persze Jim Beamet ismervén megcsavarták egy kicsit a dolgot, mert ha látjátok, ez fekete, és a puskája az ezüstszínű, szerintem gyönyörű, és mutatom nektek, persze, ha nem lökök le valamit, hogy ilyen Jim Beam-es logós, nem tudom mennyire látszik szerintem most. Szerintem marha jól néz ki, nagyon-nagyon dizájnos. Én nem is gondoltam, képen nem látszott, hogy ennyire vagány, tehát hogy ez, hogy fekete, nekem nagyon-nagyon bejön. És ugye 20 kilós ez a rúd, 220 centi, ez a klasszik olimpiai rúd, ugye, amit a súlyemeléshez lehet használni. Mert nekünk ilyen kis otthoni rudunk van, de bizonyos dolgokhoz ez sokkal célra vezetőbb, meg nagyobb a teherbírása, és jár hozzá kettő súlyfogó. Viszont most mutatok nektek valamit, egy fél pillanat. Jim Beamnél lehet kapni, mert én nem szeretem azt a súlyfogót, marra nehéz rárakni, úgyhogy én ezt a fajtát vásároltam, ezt a kapcsosat, tökéletesen megtartja a súlyokat a rúdon, és lezárja, ilyen kinyitós, mutatom. Szerintem marha jó, és akkor így rázárod, és akkor rákapcsolódik, és teljesen jól megtartja. Sokkal egyszerűbb föllerakosgatni, mint a másikat. Ennyi lett volna a rendelésem bemutatása. Remélem tetszettek a termékek, amiket választottam. Ezt a melegítő, úristen, ki ne hagyjátok, gyönyörű ez a szín tényleg. Én nem is tudom egyébként, ez ilyen valami bronz meg lazac keveréke, de hát jó, a cinnamon. Fantázia névem találjátok meg, és ugye ez a Limitless kollekció, van neki leggingje is egyébként, meg tunikája. Anyukámnak szerintem a tunikáját majd megveszem, mert nagyon-nagyon szereti is a tunikákat, meg szereti ezt a színt, úgyhogy szerintem ezzel majd meglepem hamarosan, mert ez is lehet, hogy karácsonyra. Köszönöm szépen a figyelmet, és nézzétek a Black Friday-t, pakoljátok a kosarakat, és válasszátok a termékeket. Sok-sok-sok-sok jó kis edzést, kellemes időtöltést kívánok nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy megnézitek a videóimat mindig. Puszi nektek, sziasztok!